Tehát... Ennyi. Tehát mindenki elsütötte már a, szerintem a jövővel kapcsolatos gondolatait. Csak van-e olyan, akiben benne beleszorult valami, és most megosztaná velünk? Projzer Tamás mondta, hogy szerinte ez a félig üres, félig tele pohár, szerinte félig tele ez a pohár. Sőt. Én pozitívan látom, tehát én ugye azért egy más területen dolgozom, mint az előttem lévők. Ja, felvétel miatt. Tehát én pozitívabban látom a képünket, tehát azt gondolom, amit lehet csinálni, meg amit csinálunk, az nincs technológiailag hátrányban azzal, ami a világban történik. Tehát, hogy én ennél sokkal pozitív vagyok, mint a Gyuri kérdése. Én még pozitívkodok akkor a Tamáshoz egy kicsit, mert emlegeted a Sentinel felvételeket, ugye most talában már elérhető ugye egy jó ideje a friss felvételek is, tehát vannak adatok. Csak ez nyers belenő adat, alkalmazás és döntéstámogatás és haszon megjelenik-e? Többiek? Én kicsit óvatosabban fogalmaznék. Én azt gondolom, hogy a lehetőség, amit az előttem szólóak mondtanak, ahhoz képest a valóság, meg a gyakorlati használhatóság ezeknek a adatoknak, rendszereknek, az szerintem még abban van jelentős tartalék. Tehát nem rossz a kiindulási állapot, de nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy ez a végeredmény, és azok a felhasználók, a lakosság, a kormányzati döntéstámogatás, tehát mindenki érez, hogy a térinfatika, ez napjainkban hasznot termel, és ez még szerintem nincs meg. Hát az mindenképpen jó hír Tamástól, hogy van adat azért, tehát hogy csak tudni kéne róla. Most így említettem azt, hogy annak idején a metatér keretében, ami élt 2-3 évet, közel 5000 adatkészletről, adategyüttesről sikerült metaadatokat gyűjteni, és hogyha csak azok most mondjuk rendelkezésre állna ez a metatér, akkor lehetne válogatni. Tehát most jelenleg új kezdés van, és van egy nemzeti adatvagyon ügynökség, alakult nem olyan régen egy nemzeti adatvagyon ügynökség, ami most megint elkezdte gyűjteni, most nem csak a téradatokat, hanem mindenféle adatokat, hát a Lechnerrel is fölvette a kapcsolatot, tehát a téradatokat is próbál összegyűjteni, hogy egyáltalán mi az, ami rendelkezésre áll, és tényleg kiderült, hogy nagyon sok minden áll rendelkezésre, csak nem tudunk róla egyszerűen, és most próbálja ezt egy metaadat rendszerbe szervezni, még nem éles, még nincs kint, tehát még nem elérhető, most még ilyen béta változatban működik. Ők is pillanatilag ott tartanak, ők egy év alatt, körülbelül nem egész egy év alatt, hogy néhány ezer adatkészletnek a metaadatait összegyűjtötték, és hogyha végre pár hét múlva megnyílik ez a metaadatbázis, akkor végre Tamásék is kereshetnek egy metaadatbázisban intelligens módon, hát viszonylag intelligens módon, különböző, nem a keresés, hanem az eszközzel, viszonylag intelligens eszközzel kereshetnek adatokat, hogyha valamilyen tematikájú adat érdekli őket. Hát nem azt mondom, hogy egy csúcs kereső, de meg lehet nézni, úgy körülbelül van egy európai adatportál, annak a színvonalán lehet majd keresni körülbelül adatokat. Felkaptam a fejemet, amikor Tamás mondta, hogy nem állunk rosszul, mert hogy tudom én, környező országok bizonyos adatok nem férhetők hozzá, és honnálunk meg hozzáférhetők. Én ezt pont fordítva tudom egyébként bizonyos adatokról. Például ugye, hogy mi most ilyen francia cég lettünk, és ilyen főleg itt a cseh és a szlovák fejlesztő csapattal sokat dolgozunk együtt. Náluk egy ismeretlen fogalom az, hogy mi az, hogy az ingatlan nyilvántartási térkép, az országról készült legfrissebb ortofotóállomány, az nem ingyenes, hogy az nem érhető el.
a címek nem érhetők el. Nekik ez fogal, nekik ott van ez napi szinten, és bárki, aki ezt beszeretné építeni a térinformatika rendszerébe, az megkapja. Hát ez tök jól egy előrelépés lenne, hogyha ezt mi is megkaphatnánk és használhatnánk. Akkor biztos, hogy sokkal több térinformatikai rendszer tudna megvalósulni, hiszen egy óriási nagy probléma, amikor egy önkormányzat vagy egy közművállalathoz elmegyünk, és nincs térkép, és ezekig meg kell venni, és azok milliós összegek, és ezeket az összegeket ugye hát nem tudják kigazdálkodni, ebből következően térinformatika rendszer se lesz, úgyhogy egy róka fogta csuka. Elsősorban a önkormányzati térinformatikával kapcsolatosan mondanék néhány szót. Hát ez a lehetőségek adottak. Az már a technikai oldalról nézve. Azt kell keresni, hogy lehet a helyi igényeket kielégíteni, hogy tudnak a fejlesztők ennek megfelelni. Az adatokkal kapcsolatosan? Hát az adat, az adatgyűjtés, adatbeszerzés, feldolgozás, ez sok pénzbe kerül. Ezért ezt tudomásul kell venni, hogy ennek van egy olyan szakasza, amit el kell nyújtani. Egy rendszert ki lehet fejleszteni mondjuk egy év alatt, de az adatok előállítása az akár 10-15 évet is jelenthet. Hagy tegyem hozzá, hogy például Török Bálinton sem rögtön egy-két év alatt jött létre az az adatbázis, amire a rendszer épül, hanem körülbelül 10 éves távlatba. És ha hozzáteszem, hogy az adatvagyon, miután ugye ez információvá is átváltozik, Török Bálint esetében egyébként 14 ezer lakosa van Török Bálintnak, körülbelül 150 millió forintot ér. Tehát ha most újra elő kellene állítani, akkor ennyi lenne az előállítási költsége. Tehát én úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Ennek van egy másik vetülete, hogy valahogy a kormányzattal el kell fogadni, pont a gazdasági fejlesztés érdekében, hogy belássák, hogy a térinformatika egy nagyon fontos eszköz a gazdaság, tehát a beruházásokhoz, a fejlesztésekhez, és hát mint ahogy láthatjuk még az ingatlan nyilvántartás esetében is, több célú felhasználása lehetséges. Tehát ezt kellene valahogy tudni belátni. Az a baj, hogy ennek a szakmának nincs elég nyomatéka. Nincs, ahogy mondtad, nincs egy olyan szervezet vagy minisztérium, aki ennek mondjuk az elsődleges gazdája lenne, és akkor ennek megfelelően lehetne ugye nyomulni. Nincs. Mert én elmondhatom, leírhatom a helyi újságban, elmondhatom itt, ettől a helyzet nem fog megváltozni. Ellenben, hogyha ez valahol kormányzati szintre kerül, és gondoljunk bele, hogy amikor az ingatlan nyilvántartási térképeket ugye digitalizálták, meg magát a rendszert létrehozták, akkor nagyon komoly pénzeket ráfordított az állam. Ugye? És azt el lehet érni, hogyha sikerül egy külső támogatást kapni, hogy az állam is rakja, tehát a költségvetés is rakja hozzá maga részét. Szerintem ezen kellene tudni valahogy változtatni, és akkor sokkal szebb lenne a jövő. Köszönöm. Tulajdonképpen visszatérve a mai összejövetel címére, ahol a digitális föld is megemlítése kerül, itt elhangzott az előadások között egy olyan kitétel, amivel nagyon egyetértek, hogy egy digitális Magyarországra lenne szükség szolgáltatásszerűen, hiszen a téradatok, térinformációk, a döntés előkészítésnek a alapadatai, és a döntések minősége nagyban függ attól, hogy hogyan, milyen teljes körűen, mennyire megbízhatóan és milyen minőségben állnak rendelkezésre az adatok, kinél és hol. Tehát gyakorlatilag a digitális Magyarország egy nagyon komoly program lehetne, kormányprogram, amihez szükséges egy bajnok, aki ennek a megvalósításának a feltételeit biztosítani tudja.
A szakmai közösségtől pedig az együttműködési készség erősítésére van szükség, és minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ehhez alkalmas fórumok legyenek, megfelelő gyakorisággal, hogy kialakuljon a bizalom. A bizalom nagyon sokat jelent. Körbeértünk. Én még egyet csak, mert ketten provokáltatok, te is, meg a Gábor is, tehát ugye, hogy döntés előkészítés mennyivel jobb lenne, ha lenne megfelelő térképi adatunk hozzá. Nekem ennél nagyobb problémám van azért ilyen 25 év TEIR távlatából. Nem az a baj, hogy térképet nem biztos, hogy használnak döntés előkészítést, ez, hanem lehet, hogy adatokat sem. Akkor sem, ha elérhető. Tamás üdítő kivétel, mert ő olyan piacon megbízóknak dolgozik, akik érzik ennek a súlyát. Ezt a szemléletet kéne szerintem kicsit így globalizálni, vagy az állam felé is megtolni, az segítene sokat. Akkor, ha az állam azt érzi, hogy befektet valamit, ettől jobb döntései vannak, akkor hozzá fogja tenni az adatot, de előbb oda kéne jutni, hogy érezze, ezek az eszközök egyáltalán kellenek. Csak ünneprontó zárszó kívánkozik, ki belőlem, de inkább nem mondom. Megköszönném a hallgatóságnak, hogy ilyen türelemmel ebbe a melegbe végigülték a mai délutánt, és különösen köszönném az előadóknak is a felkészülést, a igen színvonalas és nagyon összefogott prezentációkat, és ugye az NESZT-s stáb ezt digitálisan... Bármit. Igen? Csak ezt kérdezem. Csak kiprovokáltam, hogy mindenkor kellett kérdezni. Két kérdésem is volna, és mindenképp át kell nagyon távol van. Az egyik a kulcsa változik, a másik a jövőre változva. Valamilyen módon mindegy kapcsolódik az a nyitó kérdéshez, hogy hát még nem teljesítette a szakma azt, amit egyébként lenne megnek, és vagy olyan teljesítette, csak úgy mondjuk elégedetlene. De annak, hogy nem teljesítem, hogy tulajdonképpen egy fogmérője az, hogy a cég mennyire elégedettek, vagy mennyire sikeresek. Na most, hogy körbenézek, akkor a klasszikus nagy cégeknek a képviselői nincsenek itt, a geometriának, a geogúrnak, és tovább ezek ezért és rengeteg kis cégnek. Vajon ezek miért szűnhetnek, miért nincsenek itt? Ők voltak sikertelnek, vagy egész egyszerűen a szituáció nem volt megfelelő. Ez a múlta vonatkozó, és ez egy jövőre vonatkozó. Tehát teljességre nem lehet törekedni. Ez nem egy üzleti szakmai fórum. Alapvetően, amit körbejártunk az NESZT-s csapattal, a gondolat az az volt, hogy nézzük meg, hogy ez a csoda, ami Neumann János agyából kipattant, találkozva a földmérés térképészet földtudományok világával, hogyan segíti a hétköznapi életet, és a csináló embereket szólítottuk meg, nem a Google vagy a Facebooknak a vezetőit, akik piszok sok pénzt tudnak összeszedni. Az egy másik metszet, amire te gondolsz, hogy akkor a Telekomot, a Google-t, kit kellett volna meghívni, a MVM vezetést. A kérdésem az, hogy hova tűntek el az egykori nagyok, A. Megbuktak, B. Meghaltak, C. Köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat. Nagyon gyors a változás, tehát akár személyekbe, cégekbe nem tudunk igazán választ adni neked. Örüljönnek, akik itt vannak. Igen. Nem vagyunk marketingesek és piackutatók, röviden és tömören. Jövő. Szörmezni nem hangzott néhány dolog, voltam még aztán valaki visszatérés, voltam, hogy teljesen elengedte. Tehát én azt gondolom, hogy egy szakmának
lépést kell tartani a világban, tehát ezekre a dolgok, amik más területen megterülődik, meg tudok reagálni. Két fogalom el van, viszont az egyik az internetes, ami valahol teljesen nem volt a számítás, a másik pedig kérdésem az, hogy azt tudjuk, hogy milyen, nagyjából tudjuk, hogy milyen intelligens otthon. Erre van tudunk valami. Ugyanolyan, mint az intelligens városra. Attól függ, hogy kit kérdezel. Mert hogy csak akkor történik valami, hogyha tudjuk, hogy ez a valami otthon. Van-e valami elképzelés arról, hogy konkrétan mit jelent az intelligens város, és ebben a téli informatikának milyen szerepe volna, igen, köszönöm a kérdést, hogy én próbálok válaszolni, már csak azért is, mert ez az intelligens város fogalom, az a város tervezéstől és a város fejlesztési döntésektől indul ki. Tehát fontos az, és ugye ha nézzük az urbanizációs folyamatokat a világban, meg a népességnek a változását és a városiasodást, akkor igazából ez az intelligens város, az akkor tud igazából a szószoros értelemben megvalósulni, hogy ha úgymond zöldmelős beruházásként úgy tervezek is egy várost, hogy minden olyan elemzést el tudok végezni a térhatók alapján, ami annak a hatékony, fenntartható, klímasemleges, stb. Klímavédelmi szempontból is állható működését jelenti. Tehát ha a szószoros értelemben nézzük, akkor az intelligens város az itt indul, és ennek az üzemeltetési részében olyan IoT, tehát dolgok, internet és ilyen megoldásokat adnak, ami szolgálja ennek a működő képességnek a fenntarthatóságát, és egyébként a pazarlást szünteti meg, mint ami pazarlás van minden szempontból, energia, közlekedés, meg minden szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy intelligens város Magyarországon akkor lehetne létrehozni, hogyha az alapokat is lehetne mondjuk előről kezdeni. Jelen pillanatban Magyarországon az okosváros, intelligens város az csak nagyon részben valósulhat meg, hiszen egy városi adottságot próbálnak valamilyen szinten alkalmazkodni, de a térinfatikát még olyan mélységben nem használják ezeknél az eszközöknél, hogy felmérjék a jelenlegi állapotokat, tehát nem egy kiindulási állapot, egy tudott állapotból próbálják továbbfejleszteni a városnak a működtetését, vagy akár a városnak a továbbfejlesztését, hanem enélkül kiinduló információk nélkül próbálnak továbbfejlődni, ezért ezek a típusú okosváros projektek azok leszűkülnek olyan primitív megoldásokká, hogy mondjuk digitálisan lehet mondjuk buszjegyet venni, vagy van a parkban wifi, és akkor kijelentjük magunkról, hogy intelligens város vagyunk. Tehát szerintem ez egy sokkal összetettebb folyamat. Egy mondatot csak, hogy a napokban jelent meg egy cikk egy informatikai folyóiratban, nem tudom melyikben, egy online magyar informatikai folyóiratban, hogy mennyire alul teljesített az okos város disziplina. Hát most találkozott két alul teljesített disziplina, hát ez van. Na, még ne vonuljatok el, mert még én is beszélek. Na, bocsánat, tehát hogy itt a Szilárdnak a múltra meg a jövőre. Tehát, hogyha visszatekintünk, mondjuk 92-t nézzünk, vagy azt az időszakot, ugye nézzük meg, akkor ott volt egy szűk kör, aki azt mondta, hogy foglalkozik térinformatikával, és mint a hazai, nem tudom én, beat zene hajnalán, mindenki segített mindenkinek. Akkor kinek volt mobiltelefonja? Volt egy-két embernek. Ugye azóta mindenkinek van mobiltelefonja, és ugyanúgy a térinformatika is tök általános lett. Tehát ma már fejlesztők fejlesztenek térinformatikai rendszereket, akik sose hallottak térképről. Informatikusok is fejlesztenek. Elemzők használnak térbeli adatokat, úgyhogy nem jártak se ide, se a földrajzosokhoz is. Tehát ma már ez totálisan kibővült. Hol vannak azok, akik önvezető autókat fejlesztenek? Azok is itt lehetnének. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi egy ilyen zárt kaszt vagyunk, amikor térinformatikáról beszélünk, hanem milliónyi térinformatikus van. Tehát, csak hogy Ernát megint megemlítsem, szegény. Tehát, hogy akkor itt van a TomTom, ugye? Tehát akkor itt van a hír, itt vannak itthon, gyűjtenek adatokat, mindenki. Tehát ez egy
baromi nagy kör, aki ma térinformatikával foglalkozik. És nem egy jelentős részét abszolút nem érdekli az önkormányzat, nem érdekli a hiteles adatok. Tehát itt ketté kell vágni szerintem ezt a dolgot. Tehát van egy olyan része, aki nincs most itt, de térinformatikával foglalkozik, és van egy része, aki itt van, és térinformatikával foglalkozik. Nagyon kibővült szerintem az, hogy mi az, hogy térbeli adatokkal, informatikai eszközökkel való foglalkozás. Bocsánat, többet nem szólok. Megköszönjük még egyszer a türelmes hallgatóságnak a aktív részvételt, a kérdést és a hozzászólást. Informálisan folytathatjuk a csevegést. Minden jót kívánok!